Jótékonykodni jó dolog, nem csak négy lábúakkal, hanem krónikus és daganatos beteg gyerekekkel is. Ennek kapcsán szerveznek egy jótékonysági rendezvényt, egy futást március 9-én az erdei tornapályán, stúdiónkban a szervező csapat tagjai, akik nem csak csinosak, hanem rendkívül dinamikusak és sportosak is. Ugye, Ági, te ebben a CrossFitben edzőként működsz, Timi, te pedig hát itt versenyeket nyersz az ország különböző pontjain. Egy ilyen vaslédi, mondhatjuk ezt, hogy egy hasonló címre törsz lassan? Hát versenyekre járok, de annyival korrigálom ezt az egészet, hogy nem nyerek, részt veszek, megyek, csinálom, küzdök. Egyébként pont most szombaton is lesz egy ilyen versenyem, reméljük, szerencsésen. És ilyenkor mi a tét, mennyit kell teljesíteni, mekkora távot? Hát én, amire most hétvégén megyek, igazából ez nem lesz hosszú ez a táv, ilyen 7-8 kilométer lesz, 25 akadállyal, magas szinten, magas tártában lesz, Szlovákiában ez a rendezvény. Na, majd meglátjuk. Kemény, erőlét. Március 9-én már be tud számolni többek között arról is, hogy sikerült ez a rendezvény. Ági, gyakorlatilag egy nagyon nemes célért szervezitek ezt a rendezvényt. A Bátor táborról gondolom sokan hallottak. Egyáltalán hogyan kapcsolódtok ti magához a táborhoz, illetve hogyan jött ez a jótékonysági rendezvény ötlet? Én a CrossFit csapatnak az edzője vagyok, ahogy már említetted, és egyik este nézegettem az egyik közösségi oldalt, amin felfedeztem, hogy a Bátor tábor. A Bátor táborról magáról már tudtam, hogy milyen nemes célt szolgál, viszont nem tudtam, hogy ők ezt összekötik a sporttal is, ez az élménykülönítmény, és ez azt célozták meg azzal, hogy az emberek, esetleg csapatok jótékonykodhatnak, futhatnak, a kilométereiket pedig felajánlhatják a beteg gyerekek javára. És ez alkalomból eszembe jutott, hogy ha már mi is a sporttal foglalkozunk, és egy nagyon remek csapat vagyunk, akiknek a szíve és a lelke a helyén van mindenképpen, akkor essünk neki ennek, és legyen ebből valami. Bementem egy edzésre, és megkérdeztem a lányokat, hogy lenne kedvetek ehhez, és gondolkozás nélkül mindenki igent mondott, és akkor elindult a lavina. Ugye bizonyos keleti filozófiák szerint, hogyha az ember akár egy cselekedetet, vagy akár egy fájdalomban való együttérzést, mondjuk a fogfájásomat úgy élem meg, hogy ezzel a fájdalommal valakinek a fájdalmát próbálom csökkenteni, és akkor már talán könnyebb megélni. Ugye itt a ti esetetekben most nem csak arra van szó, hogy pusztán futtok, és futásra invitáljátok az embereket, és ezzel valahogy lélekben segítetek a gyerekeken, hanem azért itt anyagi dolgokról is szó lesz. Hogy kell ezt elképzelni? Hogyan tud az segíteni, aki március 9-én csatlakozik hozzátok? Igen, az együttérzésről és a sajnálatról még egy-két szót ejtenék, ha már ezt így felhoztad. Nagyon fontos számomra, hogy a sajnálata senki nem segít. Senki, aki érzi, senki, akinek adják ezt. Az együttérzés már az egy fokozottan jobb dolog, és ezért érdemes már megmozdulni. Március 9-én pedig mindenki együtt tud érezni a Bátor tábor lakóival. Nagyon fontos az, hogy külön gyerekprogramjaink lesznek. Nagyon szeretnénk azt, amit már többször kihangsúlyoztunk, hogy a gyerekek, akik egészségesek, érezzenek egy kis hálát azért, hogy ilyen szerencsések, hogy nekik nincsenek ilyen problémáik. A szülők el tudják magyarázni nekik azt, hogy értékeljék ezt a dolgot, és együtt tudjanak érezni a barátaikkal, vagy esetleg olyan ismerőseikkel az iskolában, óvodában, akik ezt átélik, és ez nem csak a gyermeknek, hanem az egész családnak egy óriási. Reméljük, hogy élmény tulajdonképpen, és persze egy nagyon nemes dolog. Timi, hogy áll maga a nyíregyházi rendezvénynek a szervezése? Na, mint az előbb mondtad, hogy ez egy jótékonysági futás lesz, ennek indult. Tehát így jártunk neki, hogy lesz egy futás. Hála a Jóistennek, én azt mondom, hogy egy kicsit meginoktam menet közben, mert egy-két ilyen negatív dologba ütköztem, és volt egy kisebb fajta kifakadásom, amelynek köszönhetően most ez egy hatalmas nagy családi nap lesz. Bízok benne, hogy nagyon sokan kijönnek, tehát itt mellénk álltak a megyei szervek,
mint a rendőrség, mint a tűzoltóság, a vámis pénzügyőrséggel is folyamatban vannak a dolgok, folyamatosan kapom a támogatásokat, a felajánlásokat, tehát úgy érzem, hogy tényleg Nyíregyháza szíve együtt fog dobbanni, és én mindenkit arra kérek, aki teheti, jöjjön el, mert egy fantasztikus napnak fogunk elébe nézni, lesznek különböző műsorok, programok, sok ismerősöm kérdezte, mi van, ha ő nem tudja lefutni a 4 kilométert, 8 kilométert, de ugyanolyan szeretettel várjuk őket, mert ugyanúgy lesznek fellépők, műsorok, hiszem, hogy csodálatos időnk lesz, és sokan leszünk. És ugye ez nem egy verseny, tehát ha valaki nem bír 4 kilométert futni, de elkezdi, lesétálja, akár még szerintem le is bicajozhatja. Nem, biciklivel. Csak nem, két lábon? Biciklivel nem lehet részt venni a rendezvényünkön, mert balesetveszélyes. Nagyon sok emberre számítunk, ami nagyon fontos, és arra figyelnünk kell, hogy sem a természetet nem károsítjuk ezzel, és egymás testi épségére is nagyon vigyáznunk kell. Ami még nagyon fontos, hogy szeretném elmondani, hogy ezek a rendvédelmi szervek teljes vászélességgel mellénk álltak. A rendőrkapitány is azt mondta, hogy itt vagyunk, csináljuk, szórakoztatjuk a gyerekeket. Ők járnak egyébként is óvodába, iskolába, bemutatót tartanak, a gyerekeket készítik fel, megmutatják nekik, hogy milyen egy rendőr, egy tűzoltó élete. És hát nagyon sok gyerek nagyon szereti a villogót, a hangokat és egyebeket. Mindenképpen nagyon érdekes lesz ez a gyerekeknek. A szülők emellett tudnak lapcsánkát enni, például lesznek bográsba főzött ételek, és ez mind az adományozás keretein belül fog történni. Szóval egy nagyon érdekes és egy nagyon eseménydús nap lesz ez a március 9-e. Hát bízunk benne, hogy Nyíregyháza többet ad a bátor tábornak, mint amit esetleg sokan el tudnak képzelni, és gondolom, hogy a magánszemélyek felajánlásait is akár ott a helyszínen is tudjátok fogadni. Így van. Természetesen. Még annyit hozzátennék, hogy amivel már megint tovább léptünk egy kicsit, hogy sok cég, magánszemély amellett olyan felajánlásokat tett, hogy lehetőségünk van arra, hogy minden egyes induló ugye kap egy rajtszámot. A rajtszámja lesz a tombola. Uh-huh. Ez is egy kicsit megmozdítja az embereket, hogy ne minden arról szóljon csak, az embereknek is legyen élmény, izgalom. Színes. Úgyhogy sok-sok szép ajándékunk lesz, amit szívvel, lélekkel adunk át. Színes, izgalmas nap, tehát március 9-e hány órára érdemes az erdei tornapályára menni azoknak, akik most néznek minket? Mindenképpen azt ajánlanám, hogy 8 órakor jelenjenek meg, akik futni szeretnének, azért, mert lesz egy rövid regisztráció. Igazából nem a neveket vesszük fel, mert nem az a fontos, hanem ott az adományokat le tudják adni, és mindenki kap egy saját rajtszámot. Mivel mondtam, hogy több száz emberre számítunk, míg őket beengedjük, és esetleg az adományaikat, amit oda szánt, be tudja tenni, azért ez idő kérdése. 9 óra 20 perckor fog kezdődni a közös bemelegítés, és egyébként lesz műsorvezetőnk, hangtechnikusunk, egész nap szólni fog a zene, egy igazi fesztivál hangulat lesz. Köszönöm szépen, hogy eljöttetek. Mi köszönjük, hogy itt lehettünk.